Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, mely igazság szerint egy előző videóm folytatása, hiszen tavaly ősszel ellátogattunk a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rajkára, és akkor foglalkoztunk ott egy igen égető problémával, a videónak pedig azt a címet adtuk, hogy még a trianoni határok is tovább szűkülnek, kérdőjellel, de mára ez a kérdőjel úgy látszik, hogy inkább kijelentéssé vált. Ebben a videóban foglalkoztunk többek között egy helyi népszavazással is, mely egy bezenyevű településen történt. Akkor még csak latolgattuk az esélyeket, mára viszont már tudjuk, hogy elbukott ez a népszavazás, amely arról szólt volna, hogy a helyiek nem szerették volna, hogyha ők is Rajka sorsára jutnak, nem szerették volna, hogyha a településüket teli építik építési vállalkozók olyan sorházakkal, melyeket kifejezetten szlovákoknak árusítottak. Én akkor a megdöbbentő tapasztalatomból kifolyólag egy írásbeli kérdéssel fordultam magához a miniszterelnökhöz, és mondanám, hogy megnyugtató választ kaptam írásbeli kérdésemre, ám engem egyáltalán nem nyugtatott meg, íme. Tehát addig, amíg mi igyekszünk a jó viszonyt fenntartani és ápolni minket körbevevő országokkal és nemzetekkel, addig láthatjuk, hogy ők ezzel a helyzettel hogyan élnek vissza, hiszen látjuk, hogy ez az Ukrajna, amelynek nem csak humanitárius segítséget nyújtott Magyarország, hanem pénzbeli igen nagy segítséget is nyújtott volna, az közben egy terrorcselekményre készült, és Zelenszkijjel, az ukrán elnökkel az élen azt tervezték, hogy felrobbantják a barátság kőolajvezetéket, ami megbénította volna Magyarország gazdaságát. És láthatjuk azt is, hogy amíg gyakorlatilag itt a válaszból kiderült, hogy nekünk a jó szomszédi viszonyra kell törekedni, addig a lassú honfoglalás az elkezdődött és zajlik sajnos a mai napig, illetve azt is láthatjuk, hogy bizonyos foci meccseken a szlovák szurkolók egészen pontosan mit is szánnak a magyaroknak cserébe és hálából. Nálunk az anyaországban a Nagy Magyarország szimbólumot sem lehetett használni és megjeleníteni, akár egy pólón, egy ruhadarabon sem, addig úgy látszik, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel nincsen szinkronban a Szlovák Labdarúgó Szövetség, hiszen őket az alábbi felvételek sem botránkoztatták meg. Mielőtt ellátogatnánk ismét a helyszínre, Rajkára, előtte egy tanulságos történetet szeretnék önökkel megosztani. Nem volt elég végignézni, ahogy Trianon előtt gyakorlatilag kisebbségbe szorultunk a jelenlegi Szlovákia egyes régióiban. Ennek köszönhetően aztán ezt a területet is elcsatolták tőlünk, és elrabolták a földünket, elrabolták nemzetünk egy részét. Most végig kell néznünk nagy valószínűség szerint azt, hogy bizonyos településeinken megint kisebbségbe kerültünk, csak most az anyaországon belül, és ha a tendencia nem fog megállni, akkor sajnos a Moson-Magyaróvári járáson belül is kisebbségbe fog kerülni az egyébként őshonos magyar, jelenleg még többségi társadalom. A történet ezzel kapcsolatos, ezzel függ össze, hiszen 1947-ben, a II. Világháború után a párizsi békeszerződésben előírták, miszerint a cseh delegáció akkor azt kérte, hogy a pozsonyi hídfő megerősítése véget és honvédelmi okokra hivatkozva 5 falut az egyébként is megcsonkított Magyarországtól csatoljanak Csehszlovákiához. Nem tudom, hogy kitalálják-e, melyik lehetett az 5 falu, de én most segítek önöknek és felsorolom. Ez az 5 falu nem volt más, mint Rajka, Bezenye, Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár. A történet gyakorlatilag ott tart, hogy ebből az 5 faluból 3-at akkor már elcsatoltak, és Csehszlovákiához csatolták. Ezek nagyjából 100% szerint magyar lakta települések voltak, mára viszont úgy néz ki, hogy szinte 100%-ban a szlovák-magyar határ mentén szlovákok által lakott települések, és látjuk, ahogy az anyaországba először Rajka esett el, hiszen többszöröse most már az ott élő szlovákok száma az ott élő magyarokénak, és most látjuk, ahogy a népszavazás után Bezenye is valószínűleg hasonló sorsra fog jutni. A történet végül úgy valósult meg, hogy az 5 faluból 3-at csatoltak az akkori Csehszlovákiához, Bezenye és Rajka itt maradt az anyaországnál, de láthatjuk, hogy már a Rajkán többszöröse a szlovák nemzetiségű, a magyar őshonos nemzetiségű lakosságnak, Bezenyén pedig látjuk, hogy az elbukott népszavazás követően hasonló folyamatok indultak meg, hasonló beruházásokkal. És ahogy elbuktuk azt a 3 falut annak idején, amit Csehszlovákia elragadott tőlünk, most nagyon úgy néz ki, hogy a Magyarországon található 2 falu is
ugyanilyen sorsra fog jutni, és ha nem figyelünk oda, akkor úgy néz ki, hogy az egész járásunk is. Mi egész egyszerűen nem szeretnénk, hogyha az ország csonkításunk után, majd az azt követő újabb csonkítás után most újabb települések következnének. Mi nem szeretnénk, hogyha a határok elmosódnának, mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország a magyaroké maradna a jövőben is. Ismét eljöttünk ide Rajkára, Ginzeri András barátommal, megnézzük éppen, hogy azóta, amióta utoljára itt jártunk, pontosan milyen irányba változtak a dolgok, hiszen amikor itt jártunk a környéken, akkor Bezenyén volt egy helyi népszavazás, a helyi népszavazáson akkor eldőlt, hogy Bezenyén is lesz egy szlovák lakópark. Most eljöttünk ide Rajkára, és azt láthatjuk, hogy megint gőzerővel épülnek azok a társasházak, ahova megint szlovákok fognak költözni. Hogy élitek meg itt András a környéken ezt, hogy hogyan alakultak a létszámok, hiszen jövőre önkormányzati választás lesz, és ugye múltkor is elmondtuk, hogy könnyen lehetséges, hogy 2024-ben Rajkának már egy tőzsgyökeres a Gúnyhatáron belül lévő településnek szlovák vezetése lesz. Hogy látjátok ti ezt? Hát ezt mi nagyon feketén látjuk, ugyanis véleményünk szerint már 2019-ben is csupán azért maradt a szlovák önkormányzati képviselőjelölt, illetve polgármesterjelölt 400 szavazattal alul a jelenlegi polgármester mellett, mivel hogy akkoriban még nem voltak bejelentkezve ide a szlovák állampolgárok. Illetve be voltak, de nagyon-nagyon alacsony mennyiségben, létszámban. Na azóta ugye jött a Covid, és a koronavírus miatt, a határlezárlások miatt kénytelenek voltak lakcímkártyát igényelni, ezáltal ugyebár szavazati joghoz is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag jövőre 5 éve lesz akkor, hogy ez a választás 19-ben aktuális volt és megtörtént. Tehát 5 év alatt mindenki számolja ki, hogy Rajkának a jelenlegi gyarapodása mellett az a 400 szavazat különbség az olyan, kinek az oldalára fog esni és el fogja dönteni a választást. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus jelentésű választás lesz itt a járásba, hiszen lehet látni majd, hogy egy település hogyan bukik el, egy településből hogyan lesz nem magyar település a Gúnyhatárokon belül, és ez egészen döbbenetes és félelmetes, hiszen mi egyáltalán nem vagyunk idegengyűlölők, mi nem gyűlöljük más nemzetnek a tagjait, csak egész egyszerűen ragaszkodunk ahhoz, hogy Magyarország a magyaroké, és ez a föld, aminek egy nagyobbik részét, kétharmad részét már elvették tőlünk 100 éve, ez magyar maradjon még nagyon sokáig, de látjuk, ahogy a települések elvéreznek egészen egyszerűen. Ez a település vezetők hibája is, ugye, hogyha beszélgetésünk alatt jól értettem, illetve azoknak a magyaroknak is a hibája, akik eladták busás haszon fejében ezeket a telkeket, vagy ezeket a házakat, ezeket az ingatlanokat, és hozzájárultak, asszisztáltak ahhoz, hogy bizony-bizony itt egy másik nemzet vesse meg a lábát és verjen gyökeret. Gondolom, hogy jól foglaltam össze, András, de ezt hogy... Így van, hát ugye szoktunk is azzal viccelődni páran a rajkaiakkal, illetve a környékbeliekkel, hogy létezik egy olyan B-verzió, hogy minek is nekik szlovák polgármester, ha a magyar polgármester jelöl többet tesz értük, mint bárki más ezen a földön. Ez nagyon sajnálatos, de ugye az a közmondás mindenkinek megvan, hogy enged be a tótot és kiver a házadból. Meglátjuk, hogy itt jövőre hogyan fognak alakulni a dolgok. Minden esetre én azt gondolom, ez egy nagyon káros folyamat, és ezzel mindenképpen fel kell lépni itt a járáson belül, hiszen egész egyszerűen nem szeretnénk, hogyha a saját hazánkon belül megtűrt, vagy akár a történelmi példákból láthatjuk, hogy akár nem is megtűrt állampolgárokká válhatunk. Látjuk ezt pont Felvidéken, hogy ott a magyaroknak hogyan fosztották meg a jogait, és hogyan vették el az értékeiket. Láthatjuk, hogy a mai napig egybenes dekrétumok életben vannak. Mi nem szeretnénk, hogyha az anyaországon belül is ugyanez eljátszódna, és ezért meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy Magyarország az tényleg magyaroké maradhasson a jövőben is. Én annak idején azért kerestem meg a Mi Hazánk mozgalmat, és azért is csatlakoztam hozzátok, mert nagyon-nagyon szomorúan élem meg, hogy annak idején Felvidékről pontosan azért költöztünk a családommal ide Mosonmagyaróvár környékére, mivel a saját ottani hazánkban másodrendű állampolgárok voltunk, a jogainktól jelentősen megfosztott polgáronként kellett élnünk. Felvidéki magyarként. Így van, és egy 75%-ig magyar lakosságú városból költöztem ide,
és hát megdöbbenve tapasztaltam, hogy itt pedig 80%-os szlovákság uralkodik. Egészen elképesztő, hogy fordított az arány az anyaországban, mint az elszakított területen. Pontosan, és még szomorúbb az, hogy ahogyan megyünk beljebb, ugye csökken, de még Rajkától 40 kilométerre is 10-15%-os szlovákság van. Hát igen. Ugye a legfőbb hibás, én azt gondolom, hogy a mindenkori kormányzat, aki ezt megengedi, hiszen nekem nincsen bajom a kisebbségekkel, abban az esetben, hogyha valóban a kisebbség szerepet próbálják betölteni, de mint látjuk, itt is a többséget próbálják leuralni, és látjuk, hogy előjogokat szeretnék maguknak, látjuk, hogy kisajátítják ezt a település, privilégiumot akarnak maguknak kiharcolni, és az a kormányzat, ami ehhez asszisztál, az azt gondolom, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviseli. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év politikai szereplői nem tudták képviselni a magyar érdekeket, de reméljük eljön az az idő, amikor a mi hazánk, ha már mondhatom ezt, nem csak a pártunkra értem ezt, hanem Magyarországra is, a mi hazánk végre az a saját önrendelkezésének az útjára léphet majd, és a magyar emberek jogait tűzheti majd a zászlajára.